Ezen a vasútállomáson várták azt a szívbetegségben szenvedő Békés Csaba nyugdíjast, aki a csalás áldozatává vált. Az élettársi kapcsolatban lévő pár egyik tagja álnéven mutatkozott be, és orvosnak adta ki magát, majd több, mint 240 ezer forinttal károsította meg a szépkorú személyt. Dr. Kovács Ildikó, a szexádi törvényszék sajtószóvivője elmondta, a csalók a nyugdíjfolyósítóhoz vitték az áldozatot, ahonnan az igazolást megszerezve hitelkártyát igényeltek az idős személyi adataival. A szexádi eres bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottakat, mindkettőjüket társtettesként elkövetett, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás büntettében. Ezért a bíróság az elsőrendű vádlottat, aki korábban egyébként már volt büntetve, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, és a közügyek gyakorlásától 2 évi időtartamra eltiltotta. Az élettársát, a másodrendű vádlottat pedig 240 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte. Hozzátette, a bíróság súlyosító körülményként értékelte az ügyben az elsőrendű vádlott korábbi büntetett előéletét, illetve figyelembe vette a bűncselekmény elkövetésének beismerését. Az elsőrendű vádlott nem vette tudomásról az ítéletet, az ellen fellebbezés jelentett be enyhítésért, a másodrendű vádlott vonatkozásában azonban az ítélet jogerős. A csalókat a kiszabott büntetéseken kívül az okozott anyagi kár megtérítésére is kötelezte a bíróság.